Elérhető, de drága, több mint 100 ezer forintba kerül az agyhártyagyulladás elleni B-típusú védőoltás. Népegészségügyi termékadó, a palackozott párlatokat sújtja, a bérfőzetett pálinkák árára viszont nincs hatással az új termékdíj. Fontos az anyatej, a megyében mindössze az anyák fele táplálja anyatejjel gyermekét fél éves koráig. Hiába elérhető újra a meningokokkusz B okozta agyhártyagyulladás elleni vakcina a gyógyszertárakban, ennek ára jóval meghaladja a 100 ezer forintot. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. 3 évvel ezelőtt minden negyedik beteg belehalt ebbe a típusú fertőzésbe, amely ellen csak a védőoltással lehet védekezni. Az állam egyes számítások szerint 18 milliárd forintból 9 ezer csecsemő védelmét tudná garantálni, ha támogatottá tennék a B-típusú készítményt is. Az agyhártyagyulladást okozó vírusok főleg csecsemő és serdülőkorban fertőzőek. Olyan gyors lefolyású a betegség, hogy mielőtt még a klasszikus tünetek kifejlődnének, vagy a kórokozót kimutatnák, már életveszélyben van a beteg. Ezért az egyetlen védekezési lehetőség az oltás. A betegség egyik ismérve, hogy annyira beteg lesz tőle a csecsemő, hogy azt egy laikus is észreveszi. A nagyon pici gyerekeknél egy rettenetes rossz közérzet, nagyon-nagyon magas láz, sápadtság, hányás esetén erre rögtön gondolni kell, és hát amit még a szülő észlelhet, és esetleg az első észlelő orvos, ha a testén különleges bevérzéseket, kiütéseket, és itt nem kell pánik, hogy keletkezzen, mert nagyon sok betegséggel jár kiütés, de ennek van egy speciális kiütés, annyit már talán segítségül, hogyha rányomunk erre a kiütésre, az nem változtatja, és egy ilyen csepp alakú kiütése van, ami valójában nem más, mint egy bevérzés, egy pici trombózis, ott el van záródva egy kis erecske. Hazánkban a 2015-ben jelentett összes gyermekbetegségi eset 3/4-ét, illetve a halállal végződő esetek 67%-át a meningokókusz B-típusa okozta, 2015-ben pedig minden negyedik beteg belehalt a fertőzésbe. A B-típusú oltóanyag eddig nehezen kapható volt a gyógyszertárakban, most azonban újra feltöltötték a készleteket. A C-típusú védőoltást 2 hónapos korban érdemes beadatni a gyermekeknek, illetve a B-típusút is még csecsemőkorban kellene megkapniuk. Az agyhártyagyulladás többfajta kórokozó okozza, és az agyhártyagyulladás ellen korábban is volt már védőoltás, amit az állam meg is finanszírozott. Gondolok itt egy pneumokokkusz nevű baktérium elleni védőoltásra, az is nagyon komoly, súlyos agyhártyagyulladást tud okozni, és egy másik, amit az orvosok meningokokkusznak neveznek, és annak egy C törzsével szemben kedvezményes oltóanyag áll rendelkezésre. Amiről most beszélünk, az egy másik törzs, a B-típusú törzs, ami körülbelül a agyhártyagyulladások, a meningokokkusz okozta agyhártyagyulladások felét okozza. Ez ellen is van oltóanyag, de mivel ezt nem régen fejlesztették ki, igen tetemes az ára. Bár az orvosok örülnek az új oltóanyagnak, minden gyermeket azonban csak akkor lehetne megvédeni az agyhártyagyulladástól, ha az állam finanszírozná az újabb készítményt is. Korábban a C-variáns támogatták, így az mindössze 300 forintjába kerül a szülőknek. Koracsecsemőkorban több ampulla, B-típusú oltásra van szükség a védettség kialakításához, ami pedig plusz probléma a hatóanyaggal, hogy szabadáras termék. Van egy ajánlott 26.800 forintos bruttó fogyasztói ára, de a végleges ára patikánként eltérő. Dr. Újhelyi János azt is hozzátette, tudomásuk szerint azok a gyermekek, akik eddig megkapták a védőoltást, közülük egy sem betegedett meg. Az állam egyes számítások szerint évente 9000 csecsemő védelmét 17-18 milliárd forintból oldhatná meg, ha támogatottá tenni a B-típusú védőoltást is. A C-típusú vírus a fertőzések körülbelül 17%-át okozza, amíg a B-típusú a betegségek kb. 50%-áért felelős.
Elfogadta az országgyűlés a korábban beterjesztett népegészségügyi termékadó, vagyis a NETA változtatásokat. Az új szabályozás átlagosan 20%-kal emeli meg a NETA fizetési kötelezettséget, valamint a jövőben már a palackozott gyümölcspárlatot és a gyógynövény tartalmú, a hétköznapi életben gyomorkeserűként is ismert alkoholos italokat is terheli ez a fajta termékdíj. Szakértők szerint a pálinka adója azonban még tovább emelkedhet. Már készül a megypálinka ebben az újfehértói főzdében. Az idei termésből átlagos vagy az átlagostól egy kicsivel jobb cefre készült a pálinka főzőmester szerint. Fecske László azt mondta, a gyümölcsöt az alacsony felvásárlási árak miatt sokan nem adták le a feldolgozó üzemeknek és a felvásárlóknak, hanem inkább pálinkát főzetnek belőle. Megkezdtük a megy cefrék kifőzését. A megy termés egész jó volt, így sajnos ugye felvásárlási ára nincs a megynek, ezért elég sokan kifőzetik inkább, úgyhogy mennyiségre nagyon-nagyon sok, kihozatalra közepes, egy olyan 6-7 liter, amiket eddig főztünk, megyeket a mázsánkénti kihozatala. Később már többen jelezték, hogy elkezdték cefrézni az őszi barackot, abból is egész jó termés van, kajszi barackból viszont szinte sem ennyi. Szilvából is jó termés ígérkezik, annak is felvásárlói ára alacsony, így abból is valószínű, hogy sokat fogunk főzni. Fecske László elmondta, a legnagyobb mennyiségben minden évben almapálinkát főznek. Idén ebből a gyümölcsből is dömping várható, hiszen az egész Európai Unió területén jó termésre számítanak a gazdák. Hozzátette, a palackozott boltokban kapható szeszes italok drágulása és az újonnan bevezetett egészségügyi termékadó nincs hatással a bérfőzetésre, így a kisüsti pálinkák árára sem. Tudomásom szerint ez a NETA termékdíj a bérfőzetett párlatokat nem érinti, mivel ez kereskedelmi forgalomban nem hozható, így csak a szeszadó mértéke, ami 50 fokos pálinkánál 1635 forint literenként, ezt úgy tudom, hogy nem fogják emelni, úgyhogy a főzetési díj az nem változik jelentősen. A kamaraonline.hu cikke szerint a kereskedelmi forgalomban kapható pálinkát a jövőben tovább drágíthatja majd a környezetvédelmi termékdíj, valamint a népegészségügyi termékadó esetleges további emelkedése is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mindössze az anyák fele táplálja anyatejjel gyermekét fél éves koráig, hangzott el az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezett rendezvényen Nyíregyházán. Az élet első 1000 napjában kialakított ideális táplálkozási szokások, köztük az anyateljes táplálás, nagy szerepet játszanak a felnőttkori egészség szempontjából. Éppen ezért a világnap célja felhívni a magyar társadalom figyelmét arra, hogy támogassák a kisgyermekes édesanyákat az anyateljes táplálás gyakorlásában. És elindul a tejember, hazagondoltam, és akkor jön magától. Előadással, ingyenes szakmai konzultációkkal, játékos és zenés foglalkozásokkal várták az érdeklődőket Nyíregyházán az Anya teljes táplálás világnapja alkalmából. A világnapot az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF kezdeményezésére 1992-ben azért jelölték ki, hogy világszerte hirdessék a szoptatás fontosságát és előnyeit, valamint felhívják a figyelmet a megoldandó problémákra, amelyekkel a kismamáknak táplálás közben kell szembenézniük. A Kossuth téren az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítvány szervezett programokat. Azért tartottuk nagyon-nagyon fontosnak, mert hasonlóan a mi kezdeményezésünkhöz azt érezzük az anyatejjel kapcsolatban, hogy egy picit senki se tartja magáénak, illetve mindenki magáénak tartja. Igazán hatékony változást és erőlelépést, ahogy a koraszülöttek ügyébe is úgy lehet elérni, ha összefog az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra, és ez a három szféra nem felejti el azt, hogy a központ a család. Az anyatej kezdetben tökéletesen kielégíti a gyermek táplálék igényét és immunvédelmének is fontos része, emellett az anya-gyermek kapcsolat erősítésének természetes és ideális módja, hangsúlyozta Dicső Ferenc osztályvezető főorvos a Józsa András Oktatókórházban szervezett rendezvényen. Az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF felmérései szerint évente több mint 820 ezer, 5 év alatti kisgyermek és 20 ezer kismama halálában játszik szerepet, az anyateljes táplálás elmaradása, vagy a nem megfelelő szoptatás.
A nemzetközi adatok szerint, bár a szoptatás megkezdésének aránya világszerte magas, a csecsemők mindössze 40%-át szoptatják kizárólagosan 6 hónapos korig. Magyarországon ez az arány átlagosan 35%. Sajnálatos módon nem igazán állunk jól a szoptatási kedvel, hogyha az arányokat nézzük, mert az ideális az lenne, hogyha 6 hónapos koráig a csecsemő táplálása az körülbelül egy olyan 80%-ban csak anyatejjel történne. Ez lenne a jó, ha ez 100%-ig biztosítva lenne minden csecsemő számára. Sajnos ez nem így van, ez körülbelül egy olyan 50% körül van a megyékben, egyes területekben magasabb, más területekben még alacsonyabb. Általában vidéken, községekben magasabb, városokban általában ez valamivel alacsonyabb. A kisbabák egészségét már közvetlenül születésük után meg lehet alapozni megfelelő szoptatással. Fontos, hogy az újszülöttek mi hamarabb merre kerüljenek és megkapják az előtejet. Már több évvel ezelőtt egy úgynevezett szoptatási tanácsadót alkalmazunk a szoptatás elősegítésére. Ez egy szakképzett, nagyon tapasztalt szülésznőből képeztük ki, és tulajdonképpen a kismamáknak egy olyan információ átadás történik ekkor, ami a régebbi világban, amikor még nem voltak otthonszülés volt, meg szülőotthonokban egyebek, ez ilyen automatikus volt. A mostani fölgyorsult világban azt gondolják az emberek, hogy azt a bizonyos 6-7-es gyerekágyas időszakot, illetve azt az első néhány hónapot, 6 hónapot ki lehet spórolni, és lehet valamivel kiváltani. Nem lehet kiváltani semmivel, az anyatej a legcsodálatosabb dolog. Az anyatejes táplálás elterjedését nehezíti egyebek mellett, hogy az újszülöttek egy része képtelen az anyatejes táplálkozás megkezdésére, de sok esetben nehézséget okoz az anyatejhiány és a szülés utáni stressz is. A szoptatással kapcsolatos gondok gyakran a kismamák megfelelő informálásából fakadó hiányosságaira vagy bizonytalanságaira is visszavezethetők, ezért kifejezetten fontos az egészségügyi szakemberek aktívabb bevonása és új támogatói rendszer kialakítása. Magyarországon első 1000 nap névvel indult népegészségügyi tájékoztató kampány, melynek célja, hogy a szülők és az orvostársadalom figyelmét a fogantatástól 2 éves korig tartó időszak és az anyatejes táplálás fontosságára irányítsa. A program jelenleg közel 200 szakember és több mint 2000 szülőt tudhat támogatói között. Augusztus 1-től már élesben működik a NAV online számlarendszere. A Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke szerint ennek bevezetésével 10 milliárdokkal nőhet az állam bevétele, ugyanis a fekete gazdaság elleni újabb eszköz minimálisra csökkenti az áfacsalás lehetőségét és az adókerülők számát. Az online számlázási rendszert azoknak kell használniuk, akik 100 000 forintnál magasabb áfa tartalmú számlákat állítanak ki. Akik nem rendelkeznek online programmal, azok manuálisan is feltölthetik a számlákat a NAV webes felületén működő rendszerébe. Az online számlázás július 1-től indult, most augusztus 1-ével pedig a türelmi időszak jár le, így a hivatal ezentúl bünteti azokat, akik az online számlaadatszolgáltatást elmulasztják, vagy késnek vele. Átlagosan 2,5 évvel nőtt a várható élettartam Magyarországon a századforduló adataihoz képest. A leghosszabb életkilátásokkal így a budapesti nők, a legrövidebbel pedig a nógrádi férfiak rendelkeznek. A két csoport között több mint 10 év különbséget mutatnak a statisztikák. Az elmúlt évek tendenciái alapján annak, aki megéri a 65. életévét, jó esélyei vannak arra, hogy megünnepelhesse a 80. születésnapját is. A nem megfelelő táplálkozás miatt egyre több a daganatos, a keringési, a mozgásszervi és a mentális betegség. Ezek jelentősen csökkentik a várható élettartamot, sokan halnak meg a nyugdíjkorhatár előtt. A statisztikák szerint, ha valaki megéri a 65. születésnapját, jó esélye van 80 évig vagy még tovább élni. Ehhez pedig a budapesti nők állnak a legközelebb, náluk a születéskor várható átlagos élettartam 80 év. A legrosszabb kilátásokkal pedig a nógrádi férfiak rendelkeznek, az ő esetükben ez a száma 70 évet sem éri el. Összességében mégis 2,5 évvel tovább élhetünk, mint a századfordulón. Míg egy 2001-ben született lánygyermek átlagosan 76,5, egy fiúgyermek pedig 68 életévre számíthatott, addig 2017-ben a nők születéskor várható élettartama 79 évre, a férfiaké 72 év fölé emelkedett. A növekedés a halandósági viszonyok tartósan javuló tendenciájának eredménye. Ez azt jelenti, hogy a korábbiakhoz képest átlagosan tovább élünk,
Ugyanakkor az idősebb korúak aránya folyamatosan nő a népességen belül. A tendencia azt mutatja, hogy az amúgy is magasabb várható élettartammal rendelkező megyékben a javulás valamivel erőteljesebb, mint a rosszabb mutatókkal rendelkezőknél. Ez a kedvezőbb életkörülményeknek köszönhető. Mégis a legnagyobb emelkedés 5,6 éve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei férfiaknál figyelhető meg. A születéskor várható élettartam nem feltétlenül egyezik meg a valós átlag életkor adataival. Két különböző mutatóról van szó. Ugye a születéskor várható élettartam azt mutatja meg, hogy az adott év halandósági viszonyai alapján egy újszülött hány életévre számíthat. Míg az átlag életkor a teljes népesség kor szerinti átlagát mutatja meg, tehát ez két teljesen különböző mutató. Mivel a Szabolcs-Szatmár-Bereg kifejezetten fiatalos korszerkezetű megye, az átlag életkor a megyék közül itt a legalacsonyabb. Tehát ennél a mutatónál a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei érték a legalacsonyabb, míg a születéskor várható élettartam az is az alacsonyabbak közé tartozik, de nem itt a legalacsonyabb. A statisztikák szerint a következő években is növekedés figyelhető majd meg a születéskor várható élettartamnál. Döntőbe szeretne jutni Szikszai Róbert a berlini Európa-bajnokságon. A nyíregyházi diszkoszvető jó formában várja a kontinens viadalt, amelyen 64 méter 37 centiméteres egyéni legjobbjához közeli eredménnyel ott lehet a 12-es fináléban. A diszkoszvetés elejtezőjét az EB nyitó napján augusztus 7-én rendezik. Az Európa-bajnokság előtti utolsó simításokat végzi az NVSC Tiszavasvári úti pályáján Szikszai Róbert, aki a kánikula ellenére is szorgalmasan dobálja a diszkosz klubtársával Káplár Jánossal egyetemben. Kerekes László tanítványa az idén 64 méter 37 centiméterig jutott, megnyerte az országos bajnokságot az olimpiai ezüstérmes kővágó Zoltán előtt, és elmondása szerint jó formában várja élete harmadik felnőtt Európa-bajnokságát, amelyen a döntőbe jutás a cél számára. Múlt héten elmentünk edzőtáborozatára, nagyon jól sikerült. Ilyenkor már nem az edzéseken van a hangsúly, inkább azon, hogy pihenjek, technikailag összetegyük a mozgást, és kipihentenire kezdek az EB-re. Úgy gondolom, hogy egy 63 méteres eredménnyel a saját ezőben be lehet kerülni a döntőbe, ez lenne a fő cél. Berlinben közel 30 diszkoszvető lép majd dobókörbe, közülük a legjobb 12 jut a döntőbe. Kerekes mester szerint nehéz, de nem megoldhatatlan feladat a fináléba kerülés Szikszai Róbert számára. Azt a munkát elvégeztük, amit el kellett. Nyugodtan az túlzás, hogy várom, de az biztos, hogy a legjobb állapotban fogunk kiutazni az Európa-bajnokságra, hogy ott mit fogunk tudni elérni, az a pillanatnyi, ugye, helyzettől fog függni, tehát gondolok az időjárásra, a közérzetre, stb., de minden esetre a csúcsformát most időzítettük. A mezőny óriási, tehát nagyon komoly eredmények, többen is dobtak már 69 méter felett, többek között most is a Dánáztól 69 mellett. Nagyon, tehát több atletika számban visszaestek az eredmények, de a diszkoszvetés érdekes módon nem, úgyhogy nem lesz könnyű dolgunk. Szikszai ebben a szezonban Szentpöltenben és Amszterdamban is nyert nemzetközi versenyt, és a székesfehérvári gyulai emlékversenyen a világ legjobbjai ellen sem vallott szégyent a nyíregyházi atléta, aki egyre inkább otthon érzi magát a felnőtt mezőnyben. Évelején már ez volt a tervünk, hogy ilyen mezőnybe tudjak versenyezni. Gyakorlatilag hétről hétre a mezőnyben fogok versenyezni, ami vár ránk majd most is az EB-n. Ez, hogy ezt 62-63 métert már majdnem mindenhol meg tudtam dobni, ez azért nagyon bizalmat ad arra, hogy az EB-n is sikerülni fog. A férfi diszkoszvetés selejtezőjét az Európa-bajnokság nyitónapján augusztus 7-én kedden rendezik Berlinben. A döntőbe jutó 12 versenyző másnap lép ismét dobókörbe. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Bár az orvosok örülnek az új oltóanyagnak, minden gyermeket azonban csak akkor lehetne megvédeni az agyhártya gyulladástól, ha az állam finanszírozná az újabb B-típusú készítményt is. Van egy ajánlott 26.800 forintos bruttó fogyasztói ára a vakcinának, de a végleges ára patikánként eltérő. A beadatás összköltsége több mint 100.000 forintot jelent gyermekenként a szülőknek. Az állam egyes számítások szerint 18 milliárd forintból 9.000 csecsemő védelmét tudná garantálni, ha támogatottá tennék a B-típusú készítményt is.
Elfogadta az országgyűlés a korábban beterjesztett népegészségügyi termékadó, vagyis a NETA változtatásokat, amely a palackozott gyümölcspárlatokat és a gyógynövénytartalmú alkoholos italokat is terheli. Az új szabályozás átlagosan 20%-kal emeli meg a NETA fizetési kötelezettséget, így az ilyenfajta palackozott italok árát is. A szakértők szerint a pálinka adója azonban még ennél is tovább emelkedhet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mindössze az anyák fele táplálja anyatejjel gyermekét fél éves koráig, hangzott el az anyatejes táplálás világnapja alkalmából szervezett rendezvényen Nyíregyházán. Az élet első 1000 napjában kialakított ideális táplálkozási szokások, köztük az anyatejes táplálás, nagy szerepet játszanak a felnőttkori egészség szempontjából. Éppen ezért a Szoptatás világnapja célja felhívni a magyar társadalom figyelmét arra, hogy támogassák a kisgyermekes édesanyákat az anyatejes táplálás gyakorlásában. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 1-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik internetes oldalunkon, én munkatársaim nevében is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. Egy sekély ciklon hatására a Kárpát-medencét kitöltő meleg levegő nedvesebbé, labilisabbá válik, nagyobb eséllyel és többfelé alakulhat ki záporos csapadék. Az éjszaka folyamán eleinte több, később kevesebb felhő várható, a késő esti órákig lehet záporokra, zivatarokra számítani. A keleti szél időnként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. Reggelre általában 19 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Záporzivatar továbbra is valószínű, kisebb eséllyel az éjszakai határ közelében. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Bár továbbra is kitart a meleg, de pénteken és a hétvégén átmenetileg szárazabb, kevésbé füllett idő várható, igaz, a légmozgás is mérsékeltebb lesz. A jövő hét első napjaiban viszont ismét többfelé kell záporok, zivatarok kialakulására számítani. Jelentősebb lehűlés a jövő hét vége felé érkezhet.